Fölteszem a koszorút, hogy mennyire élő Farkas Ferenc a mai időben. Nemrég kaptam egy telefont, fölhívott a Los Angeles-i konzul, magyar konzul. Ez nem mindennapi történet azért, ami ez a legalábbis az én életemben. És kiderült, hogy ez a konzul, ez Pacuk Miklós, iskolánk volt növendéke. És azért keresett, mert Észak-Kaliforniában szerveztek egy balett csoportot, akinek az volt a terve, vagy az a terve, hogy 2014 tavaszán Farkas Ferenc művekre táncoljanak. És kérték, hogy adjuk meg az elérhetőségünket, hogy a balett csoport vezetője felkeressen, és nem tudom pontosan mit akar. De nekünk ez egy nagyon fontos jelzés, hogy Farkas Ferenc ma is él, és érdeklődnek iránta, és nem úgy, hogy mi akarjuk csak előadni, hanem valóban nemzetközi kórus versenyeken, különféle fesztiválokon az ő művei ma is elhangzanak, és talán egyre jobban megismerjük, és egyre jobban megkedveljük őket. Mi minden esetre így vagyunk vele, de a nemzetközi élet, zene élet szereplői is így vannak vele.